humanista válaszok, temet is. Mindannyiunk életét érinti valamilyen módon a halál, a temetési szertartások pedig az ennek a következtében fellépő gyászban hivatottak segíteni. Mégis kevés szabály vonatkozik rájuk, és a vallásokon kívül nem sok rituálét vagy szertartást ismerünk és használunk. Magyarországon a nem hívők magas aránya miatt létezik polgári szertartás is, amikor egy szertartás vezető tartja meg a halott búcsúztatóját. Egyes keresztények hiszik, hogy az ember fizikai teste fog feltámadni az ítélet napján, ezért fontosnak tartják azt épségben megőrizni, és nem engedélyezik a hamvasztást. Mások szerint viszont lényegtelen, hogy milyen állapotban van a test, mert Isten mindenképp teljes egészében helyre fogja állítani azt az ítélet napján, hiszen a mindenható Istennek nem jelent gondot a poraiból feltámasztani valakit. Viszont, amikor Európában először kezdtek széleskörűen hamvasztást alkalmazni, a 18. században, a keresztény egyház erőteljesen ellenezte ezt, mert a gyakorlatban a test feltámadásába vetett hit tagadásának tartották. Ennek érdekében megtagadták a halotti szertartást azoktól, akik úgy rendelkeztek, hogy a testüket elhamvasszák a haláluk után. Manapság viszont a temetés módjától függetlenek tartják, az illető bekerülési esélyeit, ugyanúgy, ahogy a születés módja, természetes úton vagy például császármetszéssel sem befolyásolja azt. Széles körben elterjedt a nézet, hogy az üdvözülés nem a temetés rítusától, hanem az illető életétől függ. A temetés szertartását a vallási elemeken kívül csak hagyományos és inkább konzervatív értékekre hajló etikett szabályok irányítják. A szertartás főszerepét az ezt vezető pap, vagy lelkész foglalja el. A zsidóvalláson belül nem egyértelmű a feltámadással kapcsolatos tanítás, mert a Tóra nem ad egyértelmű választára. Viszont a Talmud, ami a szóbeli törvények feletti rabbinikus diskurzus, melynek alapján értelmezik és aktualizálják az írott hagyományt, tiltja a hambasztást. Sőt, a halottak elégetését bálványimádás jelének tartják. A temetés során előírás a sötét, visszafogott színek viselete valamint a férfiak számára kötelező a kippa viselete. A nők számára csak az ortodox szertartások során kötelező sállal eltakarni a hajukat. Az iszlám hagyomány szerint a közösség felelőssége, hogy a temetési szertartás a vallási előírásoknak megfelelően történjen. Ennek része, hogy a hívők kötelessége a halottat megmosdatni, illatosítani, halotti lepelbe burkolni, majd imádkozni felette és a sírik kísérni őt az iszlám nem engedélyezi a hamvasztást. De ugyanakkor hiszik, hogy a feltámadás mindenképp meg fog történni, függetlenül attól, mi történt a testtel. Mert mindenkinek viselnie kell a tetteinek következményeit. A temetés szertartása során mindenkinek, aki belép a mecsetbe, le kell vennie a cipőjét, és a nők számára kötelező a fejkendő viselete. Valamint a férfiak és a nők az egész szertartás alatt külön a részükre kijelölt helyen kell üljenek. A buddhisták szerint a test a lehetőségek hordozója, ezért fontosnak számít, de mivel elfogadják az újjászületés tanát, ezért azt tartják, hogy a testhez nem kell annyira ragaszkodni. A halálról néha úgy beszélnek, hogy az illető életet vált. A temetés során itt is konkrét szabályok vannak. A cipőt szintén le kell venni. Valamint a gyász színe a fehér, amit kizárólag az elhunyt családtagjai viselhetnek. A hindu hagyományban a temetés pontos menetrendjét a védikus írások tartalmazzák. Ezekben szerepelnek bizonyos tisztasági szabályok, mint például, hogy a nappal elhunytat még naplemente előtt el kell hamvasztani. A hinduk szerint az anyagi test olyan, mint egy ruha, melyet a halhatatlan lélek egyik életéről a másikra cserélget. Valamint hisznek a szellemek létében is, melyek hitük szerint ugyanolyan élvezetekre vágynak, mint a fizikai testre rendelkezők. A különbség csak annyi, hogy a szellem meg teste finom szemcsékből áll, mely nem olyan, mint a fizikai testet alkotó, durva szemcsék. A humanisták szerint a halál, a vég úgy a fizikai testünk számára, mint mi magunk számára is. Nem fogadják el a lélek fogalmát, és azt gondolják, hogy a másvilág és az újjászületés fogalmai kizárólag a gyász és a halálfélelem tagadását jelentik, nem pedig valós helyet vagy eseményeket. Azt gondolják, hogy támogatnunk kell egymást a halál elfogadásában és a gyász folyamatában. A halálhoz való hozzáállás sokfélesége miatt a humanisták azt gondolják, hogy a gyász folyamata nem csupán abból áll, hogy meghalunk és kész, hanem ennél összetettebb folyamatról van szó. Vannak ugyanis olyanok, akik örömmel látják a halált, mert ez egy hosszas szenvedés végét jelenti. De még ez sem jelenti azt, hogy a szeretteik ne tapasztalnának meg ugyanolyan erőteljes gyászt, bármely más halál esetén. Ezért a humanisták azt gondolják, hogy a nem hívőknek is szükségük lehet valamilyen szertartásra vagy eseményre, mely elismeri ennek a veszteségnek a létét, és első lépés lehet a gyászfeldolgozás folyamatában. Elvégre a szeretteink halála valós esemény, és érzelmileg érint minket a valódi életünkben, akkor is, ha a halál ténye vitathatatlan és elkerülhetetlen minden élő számára. Világszerte több országban tartanak kifejezetten humanista értékrend szerinti temetési szertartásokat. Ezek elsősorban az angol szász és a skandináv országokban népszerűek. Ezek középpontjában az elhunyt személyek a helyet, és nem tartalmaznak semmilyen istenségekre vonatkozó hivatkozásokat. Miközben a vallásos temetési szertartásokban a hangsúly elsősorban Istenen és az ő dicsőítésén van, addig a humanista szertartásokban a halott kapja a fő szerepet. A szertartásokat pontosan ezeknek a természet felettére való hivatkozásoknak a hiánya teszi jellegzetessé. A szertartás szentségét a halott szeretteinek hozzájárulása és emlékeik megosztása adja, ezáltal emberi léptékre hozva az eseményt. Minden szertartás személyre szabott, és többek közt ennek tulajdonítják az egyre növekvő népszerűségüket. A szertartást olyan kifejezetten áraképzett személyek végzik, akiket humanista ünnepségvezetőknek neveznek. Ezek a személyek az esemény előtt időt töltenek az álhúgy családjával vagy szeretteivel, és ezeknek a beszélgetéseknek alapján alakítanak ki olyan személyre szabott szertartást, ami valóban az álhúnytról és a szeretteiről szól. A szertartásban a hangsúly az élet végének kiemelésén és a megemlékezésen van, és szó sincs arról, hogy az álhúnyt csak áltávozott. Ezeket a szertartásokat szinte bárhol meg lehet tartani, és nincsenek előírások a résztvevők számára sem. Az elhunyt szerettei választhatnak egy tetszőleges helyszínt is, mely az illető számára jelentős volt. Bár nincsenek szigorú szabályok és szertartásrend, melyet mindenképp követni kell, de egy humanista temetési szertartás a következő rendet követi. Egy előre kiválasztott, bevezető zene hallható. Majd a szertartás vezető üdvözli az egy gyűlteket. Ezt az élettel és a halállal kapcsolatos vallástalan szempontok gondolatai követik, melyet szintén a szertartás vezető olvas fel, vagy mond el. Ezt követi az álhúnytról való megemlékezés. Ez képezi a szertartás középpontját, és az a leghosszabb rész. Általában 15 percig tart. Ez után költemények vagy kiválasztott szövegek felolvasása következik, melyet a szertartás vezető vagy a hozzátartozók és az álhúnyt barátai olvasnak fel majd a szertartás vezető felszólítása alapján a résztvevők csendben vagy zenei kísérettel az elhúnytra gondolhatnak. Ezt követi a gyászszertartás maga, melynek során a koporsót leengedik, vagy behúzzák a függönyt hamasztás esetén, majd a záró szavak. Végül pedig a végső zenei részsel zárul a szertartás. A humoristák fontosnak tartják, hogy létezzen egy a halált követő, szimbolikusan azt lezáró esemény, akkor is, ha sem az elhunyt, sem a hátra maradt szerettei nem hívők, mert a vallástalan embereknek is ugyanúgy igényük van a rituáléra, és azt gondolják, hogy a temetés az élőkért van, nem pedig a halottért. Egy megfelelő szertartással pedig a veszteséget szenvedettek elindulhatnak a gyászfeldolgozás felé, és ezáltal egymást is támogathatják ebben.